kicsit vonatkoztassunk el, és gondolkozzunk kicsiben, hogy kerítést húzunk el a családi ház és a kertünk közé. És azzal mi kirekeztünk-e valakit. A migráció az pedig olyan, mint egy természeti jelenség, mint egy tornádó, vagy árvíz, vagy vulkánkitörés, azt nem lehet megállítani, szakaszait lehet veszélyesebb útra terelni, csapdába kvázi csalni az embereket. Vissza fognak élni a hatalmukkal, betörnek az otthonainkba, feltörnek dolgokat. Ez ami szerintem inkább riogatás, ami viszont tényleg így történt, az pedig az, hogy voltak terrorcselekmények, amitől tényleg lehet félni. De és az rakerítés, ezt miért nem akadályozta meg? Jöjjön az, aki külföldön járva tapasztalt már magyarokkal szembeni negatív előítéleteket, vagy hátrányos megkülönböztetést. Én 20 évvel ezelőtt éltem az Egyesült Államokban, hajlamosak voltak összekeverni oroszokkal, illetve azt gondolták, hogy mi olyan helyről jöttünk, mi magyarok, ahol jegyre adják a húst és a kenyeret, és borzalmasan rossz körülmények között élünk. Nekem Hollandiában, amikor voltunk így Amsterdamban egy ilyen párnapos kiránduláson is, elmentük a Vöröslempes negyedbe még nappal, és ott így kérdezgettünk embereket, és mondta kérdezik, hogy honnan vagyunk, és magyarok, és így egyből ez a magyarok. Nem úgy viselkednek ott a lányokkal, vagy akik ott vannak a kirakatban, ahogy illendő, hangosak, trágárak. Hogy erőszakosak a magyar férfiak? Pontosan. Gyere, Anna, köszi. Jöjjön, akinek volt már rossz tapasztalata itt élő külföldiekkel. Nekem így elsőre az Angliából ide érkező legény búcsús arcok jutottak eszembe, hogy az egészen elképesztő időnként, hogy így a városban, hogy tudnak randalírozni. Már összességében annyira nem különböztek végül is itt élőktől, de hogy hogy mélyebben belegondolok. Gyere, Dorottya. Jöjjön az, aki a 2015-ös menekültválság idején segített az országon áthaladó embereken. Igen, én is segítettem, és ha lehet, akkor én most egy egészen friss élményt mesélnék el, egy tegnapi élményt a most itt levő afgánokkal. Tegnap előtt este egy idős úriember a feleségével utazott a buszon, templomba mentek egyébként, és véletlenül kiesett a férfinek a tárcája a zsebéből, de nem vette észre. És mint utóbb kiderült, ugyanezen a buszon ment utána később haza néhány afgán fiatalember meg a kisfiúk. Megtalálták a tárcát, fél óra múlva csöngött a telefonom, egy nagyon kedves idős hang volt, és az volt az első mondata, hogy ő nem tud angolul, arra kér, hogy mondjam meg a mellette álló fiatalembernek, hogy most szerzett egy igaz barátot, és ez a barátság örökre szól. És ez egy kölcsönösen jó élmény volt egy néhány hónapja itt levő afgán család, meg egy itt élő, amúgy vallásos második kerületben élő házaspár között. Jöjjön az, aki tart attól, ha eltérő kultúrájú emberek élnek a környezetében. Nekem nagyon sok olyan élményem volt a romákkal kapcsolatban. Volt, hogy kiraboltak, volt, hogy buliból jöttem, és akkor állítottak falhoz. Ami értelmeszerűen nem egy etnikumra vonatkozik, én nekem milyen élményeim voltak ezzel kapcsolatban. Hogyha tágramban vesszük az egészet, akkor pedig akár a menekültekkel, migránsokkal kapcsolatban semmiféleképpen nem tartok úgy tőlük, csak egy teljesen más kultúráról beszélünk, aminek kell idő, hogy tudjon integrálódni Európába. Köszi, gyere kérlek. Jöjjön az, akinek rokona, ismerőse a rendszerváltás előtt disszidált nyugatra. Nekem a nagybátyám disszidált 1972-ben, amikor én 1 éves volt, mert sok emlékem akkor még ugye nem volt, és nekem az volt a pozitívum, hogy karácsonyra mindig legót kaptam, Milka csokit, képregényeket, amik itt még ismeretlenek voltak. Valamint 85-ben összesen meg tudtuk látogatni én is, és egy kicsit más éles stílus és egy más millióbe csöppentem, ha csak 2 hétre is. Sokkoló volt? Igen. Köszi szépen, gyere, kérlek. Jöjjön az, akinek már volt valamilyen negatív tapasztalata határátkeléskor. Svájcon keresztül utaztunk Franciaországba. Egy olyan autón, ami korszerű volt, de még a régi rendszámmal, tehát a 3 színű. Trikolóról szerepelt rajta,
Gyakorlatilag a svájci határon úgy mentek át az emberek, mint nálunk egy kereszteződésen, hát minket azonnal kiszedtek. És szóvá tettétek ezt? Nem. Jöjjön, aki fontolgatta már, hogy elköltözik az országból. Egyetemista évek alatt, illetve utána inkább munka és kalandvágy miatt gondolkoztam nagyon sokat azon, hogy külföldön éljek, ma már inkább a gyerekeim miatt. És egyetlen motivációt kéne megnevezni, hogy miért szeretnél elköltözni az országból, vagy miért szeretnétek elköltözni az országból, akkor mi lenne az az egy? Nyugalom. Jöjjön az, aki szerint a magyar egy kifejezetten barátságos, befogadó nemzet. Szerintem tudunk azok lenni. Alapvetően is azok vagyunk, csak sok olyan hatás ért minket, meg ma is sok olyan hatás ér minket, ami ezt egy kicsit elnyomja bennünk. Köszönöm, gyere kérlek. És akkor kérlek, hogy gyere előre. Ugye nem jöttél előre az előbb, hogy a magyar nép az barátságos, befogadó lenne. Tehát elmondnád, hogy mi az álláspontod ebben a kérdésben? Alapvetően szerettem volna előre jönni az előző kérdésnél, de azt gondolom, hogy a mai társadalmi helyzetben nem vagyunk túlzottan befogadóak. Megosztott a magyar társadalom, és ellenségeket keresünk, úgyhogy ezeket az ellenségeket nyilván a tévéből, rádióból, propagandából folyamatosan súlykolják belénk, úgyhogy úgy érzem, hogy a mai viszonylatban nem. Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a közgyűlés, a Partizán Vita műsora. A Vita részvevőin itt vannak a stúdióban, azonnal át is adom nekik a szót, de mielőtt ezt még megtenném, egyrészt mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, másrészt fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületükön keresztül, ha van rá lehetőségetek. Harmadrészt pedig, hogyha szeretnétek részt venni egy következő műsor felvételén, akkor pedig jelentkezzetek a közgyűlés@partizanmedia.hu e-mail címünkön. Kezdünk! Szervusztok, köszöntelek benneteket a közgyűlésben, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A mai témánk a határkerítés lesz. Ugye a jelenség, ami a határkerítést kiváltotta, a migráció, gyakorlatilag egyidős az emberiséggel, és Magyarországon sem csak 2015 óta van jelen. Ugye a 2010-es évek elején a közel-keleten, illetve Észak-Afrika több országában is olyan polgárháborús, háborús cselekmények robbantak ki, amelyek radikálisan megváltoztatták az ott élőknek a biztonsági helyzetét, emiatt milliók kényszerültek arra, hogy elhagyják az otthonukat. A bevándorlási és állampolgársági hivatal statisztikái szerint 2015-ben egy év alatt 180 ezer menedékkérő érkezett a hazánkba. Ugyanakkor ez a szám azóta visszacsökkent a 2015 előtti éveknek a szintjére. 2015. június 17-én egy kormányhatározat értesítette a nyilvánosságot arról, hogy a szerb-magyar határon, később aztán a horvát-magyar határon is egy kerítéssel kívánja korlátozni az úgynevezett illegális bevándorlást a magyar kormány. A kerítést a hadsereg építi meg. Orbán Viktor 2018-as berlini látogatásakor úgy fogalmazott, Magyarország óriási terhet vesz a Németország válláról azzal, hogy a kerítéssel megakadályozza, hogy bárki törvénytelenül lépjen Magyarország területére, majd onnan tovább jusson. 2015-ig szabálysértésnek minősült az úgynevezett illegális határátlépés, 2015. szeptembere óta viszont bűncselekménynek számít. A mai témánk tehát, még egyszer mondom, a határkerítés. És akkor így is szól az első kérdés hozzátok, amiben kérem, hogy foglaljatok állást. A kérdés így szól, kell-e Magyarország déli határán a kerítés, vagy sem? Aki szerint nem kell a kerítés, az a piros oldalra üljön le, aki szerint kell a kerítés, az pedig a kék oldalra üljön le. Oké. Kisebbségben látszik lenni a nem oldal, úgyhogy akkor először Dániel elmondott, miért maradtál itt? Engem ez rendkívül rossz érzéssel tört el, ha azt látom, hogy egy nyitást követően, ugye mint az uniós csatlakozásunk követően tapasztaltunk, és azt gondolom, hogy mindenki nagyon-nagyon várt annak idején. Újra azt látom, hogy kerítések nőnek ki a földből. Ráadásul, hogy ez a folyamat végbe ment, azt gondolom, az mindenképpen rémítő és egyben felháborító is volt. És én nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol pláne rossz történelmi emlékek alapján újra azt kell érezzem, hogy sarokba szorítanak. Ha valaha is volt értelme a kerítésnek, akkor már nincsen. Azt gondolom, hogy nem csak a kerítés lehet megoldás arra, hogy kontrollálják a tömeget.
Egyrészt most már nincsen tömeg, de amikor volt tömeg, ugye a legnagyobb probléma az volt, hogy papírok nélkül, bármilyen információ nélkül jöttek be emberek, kontrollálatlan mennyiségben, így viszont egyrészt egy helyre lett a hatalmas tömeg kerítve, mint az állatok gyakorlatilag össze lettek zsúfolva, mint nagyon jól lehetett mutatni, hogy lássák az emberek, hogy mekkora hatalmas a baj. Szeretnék hozzászólni, nyilvánvaló, hogy ez egy propaganda célja lett ez a kerítés felhúzva, nagyon jó úgynevezett reklámanyag volt a Fidesznek akkor a választásokkor, hogy ők kiállnak a magyarok mellett, illetve harcolnak az Európai Unióval, illetve megállítják a migráns áradatot. Viszont mind a kettőtöknek a mondandójában nem tudok önmagában egyetérteni, mert az, hogy milyen világban szeretnék élni, azt sajnos nem mi döntjük el. És az, hogy én egy olyan világban szeretnék élni, ahol mindenki befogadó, attól függetlenül voltak robbantások Európában, nem is egy-két helyen. Sajnos ez nem választáskérdés, viszont abban a zűrzavaros helyzetben, ami akkor volt ott, abban a helyzetben egy észszerű döntés volt az, hogy azóta kell-e vagy nem kell-e, ezt majd a jövő fogja eldönteni. Kicsit máshogy fogalmaznám meg, még pedig két felől. Az egyik az az, hogy van-e egy jó, működőképes, elfogadható, betartható és betartatható menekültügyi rendszerünk, de most ez nincs. A másik kérdés az egy kicsit általánosabb, én úgy tenném fel, hogy szükségünk van-e határokra. Határok között szerintem az emberek szeretnek élni. Az kérdés, hogy aztán hogy húzzuk meg ezeket a határokat, és én nem ezt a fajta szöges, drótos, vadon élő állatokat is sértő, bántó határkerítést húznám fel. Csak ez nem úgy működik, hogy most akkor úgy gondolom, hogy legyen határ, utána 5 évben meg lebontam, és majd ha megilleszön, akkor újra felépítem. Ha egyszer ebbe beleállt a kormány, akkor egyetértek veled, sokkal jobbnak kell lenni a logisztikának, illetve az adminisztrációnak, azzal rengeteget tudnak segíteni, illetve az a felháborító összemosása egy migránsnak, meg egy menekültnek, vagy egy bevándorlónak nem ugyanazt jelenti az, hogy valaki egy háború elől menekül, vagy valaki a jobb életreményében jön Magyarország, és mind a kettőt migránsnak mondják. Ez természetesen ez nincs így, de ez most mi utólag 5 évvel, 6 évvel tudunk okoskodni, azon csúnyán szóval okoskodni, hogy kell-e az a határkerítés, vagy nem. Oké, most már nem kell, oké, akkor lebontom, majd 5 év múlva megint kell. Nem mondom, hogy nem kell, nem ebben a formájában. Most már van, át kell dolgozni olyan szinten, hogy sokkal humánosabb legyen, ezzel én is teljes mértékben egyetértek. Én azért se tudok ezzel egyetérteni azzal, hogy kell a kerítés, mert nem tudom, hogy mi mit csinálnánk. Most itt védjük magunkat, de nem tudom, hogy mi mit csinálnánk, ha éppen egy háború kellés közepén vagyunk, éppen nem tudom, megölik a rokonainkat, és akkor jaj, gyorsan még keresem a papírokat, persze minden megvan, de nem, hanem próbálsz minél gyorsabban menekülni, és ezzel a kerítéssel meg konkrétan határvadászokat kerestek. Szóval olyan, mintha ilyen orvadászokat kerestek volna érő húsvér emberekre. És erre mondta Judit azt, bocsánat, hogy ehhez kellene megfelelő háttér, adminisztráció, ami jól működik. Megértem én is, hogy nagyon sokan érkeznek ide úgy, hogy semmiük nincs, papír, ilyesmi, dokumentum. És bemondásra kéne elhinni az ügy... Nem, bocsánat, nem bemondásra. Az embernek az asztal túloldalán ül, hogy akkor mi a neve, honnan jött, hány éven, stb. És hova szeretne tovább menni. Az a baj, hogy nem csak az országunkat határoljuk el, hanem úgymond magunkat is azzal, hogy ezzel a félelemkeltéssel próbálják manipulálni az embereket, viszont nem a félelemkeltés lenne a mód arra, hogy ezt kezeljük. Ugye azt nem tudjuk, pontosan mennyibe került a határkerítés, de a miniszterelnök közlés alapján 2015 óta nagyjából a tavalyi év végéig több mint 500 milliárdot költött rá a magyar állam. Ha valóban a rendszer volna szükséges, hogy abba investáljon a magyar állam, és nem a kerítésbe, akkor jól került-e felhasználásra szerintetek ez a pénz? Azt, hogy meglovagolt a Fidesz egy ilyen, vagy a kormányzat egy ilyen igényt, hogy félünk, és jaj, de jó, és elzárjuk magunkat, és megvédünk, mint egy ilyen nagy atyuska, mint egy ilyen kádári gondoskodó, ne gondolkodj, majd én gondolkodok helyetted, megóvlak rendszer, ez is nagyon bejött, de ott a másik oldala szerint, ami nekünk probléma lett itt Magyarországon, hogy azért van egy 800-900 ezer fős cigányság, akivel együtt élünk, és őket se tudtuk, akartuk igazán integrálni, akkor hogy akarnánk mi egy teljesen eltérő gyökerű menekülteket integrálni? Egyelőre muszáj elfogadnunk, hogy az erre fordított összeg talán legnagyobb része jól hasznosult, mert a kerítés áll. Rendőrök, katonák ott járőröznek, határátkelőket megépítették. Emögé most nem látunk be, hogy tényleg jól hasznosult ez az összeg. Azokat a képeket látom, amiket láttam, hát ez elfogadhatatlan.
teljes mértékben elfogadhatatlan, és nem csak a menekültekre gondolok, hanem például az ott szolgálatot teljesítő határvédőkre, katonákra, rendőrökre. Ha az 500 milliárd forintból erre tellett, ez nem csak az ő szempontjukból, mármint hogy a menekülők szempontjában, a mi szempontunkból is elfogadhatatlan. Mert közben ez az 500 milliárd forint, akárhogy nézzük, de egy részben mégiscsak a mi adóforintjainkból lett kigazdálkodva, kialakítva. Még egy valami, nagyon sokszor elhangzott az integráció kérdése. Azért azt gondolom, hogy nagyon külön kell választani. Tehát van egy menekült kérdés, egy menekült probléma, egy határvédelmi probléma, és van egy integrációs probléma. Ha én jól emlékszem, hogy jól tudom, akkor ezek az emberek javarészt nem akartak itt maradni Magyarországon. Biztos volt olyan részük, akik szeretett volna maradni, de tekintve a magyar szolgálatoknak, határvédőknek, akárkiknek a vendégszerető fogadását, plusz a propaganda által gerjesztett hozzáállását a népnek, gondolom ez vidéken sokkal negatívabb képet mutatott, mint mondjuk itt a fővárosban. Pont ez a negatív képhez a nagymamámék egy nagyon-nagyon kicsi zalai faluban laknak, úgyhogy elképzelhető, hogy itt milyen reakciók voltak azzal kapcsolatban, hogy én például pont 2015-ben pont a bécsi vásári robbantás előtt vagy után mentem egy héttel, és a nagymamám szinte szívrohamot kapott, amikor megtudta, hogy Úristen, oda megy a kisunokám, ahol mindenféle robbantás, meg mindenféle menekült áradat létezik, és sajnos nagyon sok feszültség, felesleges feszültség generálódott emiatt a családban, akik mondták, hogy de nem, nincsen ilyen, mint amit ti láttok, viszont ők nem akarták elhinni, úgyhogy plusz még egy annyi, hogy iskolákban is hallottunk erről, tanórai kereten belül rendes véleményt, hogy ezt így kéne csinálni, meg úgy. Akkor azt kérdezem tőletek, hogy szerintetek feladata a magyar államnak, hogy kerítéssel megvédje Európát? Aki szerint feladata, az a kék sarokba üljön, aki szerint nem feladata, az pedig a piros sarokba üljön. Bocs, akik most átültetek, Lészi, mondjátok el, hogy miért változtattátok meg a pozíciótokat. Én még egyetlen dologban hadd csatolja csak vissza az előző kérdéshez. Kicsit vonatkoztassunk el, és gondolkozzunk kicsiben, hogy kerítést húzunk el a Csáry ház és a kertünk közé. És azzal mi kirekeztünk-e valakit. Szerintem az, hogy ez a határkerítés mit jelent fizikailag, és mit jelent fogalmilag, az két külön dolog, mert ha én mondjuk a saját kertem köré kerítést húzok, az nem azt jelenti, hogy nem nincs nyitva a kapu bárki előtt, ott a csengő nyitva, hagyom az ajtót, be lehet jönni. És most akkor becsatlakozok ahhoz, ami ez a kérdés, hogy én azért ültem át, mert bár EU-s tagállamként felfoghatnánk úgy is, hogy kötelezettségünk az, hogy megvédjük Európát, de én egy picit inkább megmosolyogtatónak tartom azt, amikor verjük a mellkasunkat, és azt mondtuk, hogy mi védjük meg Európát. Igazából egy jelentősebb tömeg szerintem, ha neki feszül annak a kerítésnek, igazából áttolják és bejönnek, ha nagyon akarnak. Nyilván itt a megmentő szerep, meg az, aminek látszani akarunk, az nagyon fontos, de ez inkább egy közös probléma kell legyen EU-s szinten, és nem hiszem, hogy ebben nekünk egyedül kéne azt mondani, hogy mi megvédjük Európát. A határkerítésnek olyan szempontból szerintem van létjogosultsága, hogyha úgy tekintünk rá, hogy ez egy kicsit alá van dúcolva a határvédelem, és a Schengen határvédelem szerintem egyébként elvárható Magyarországtól. A másik meg van egy olyan pozitív hozománya is, hogy gyakorlatilag kikerül az országot ez a migráció. Mindenki, aki ennek a schengeni övezetnek a része, az vállalta azt, hogy ő innentől kezdve határellenőrzést tart, azért, hogy a benti emberek, kvázi, az itt élők, azok szabadon mozoghassanak. Útlevél ellenőrzés minden nélkül. És ahhoz, hogy ez a közösség, ami szerintem amúgy fantasztikus, hogyha belegondolunk, hogy ennyire megbízunk másik 450 millió emberben, hogy igen, te is jöhetsz, én is mehetek, minden oké. Ez a közösség, ez létrejött, de ennek a közösségnek, mint minden más közösségnek is vannak alapjai. És én is sem mehetek be a házadba anélkül, hogy becsöngetnék, hanem oda be kell csöngetnem, mielőtt bemegyek, mert különben te se örülsz, hogyha csak úgy ott vagyok, hellóka. De azért nem lőnek le. Nem biztos amúgy. De itt most nem lehet becsöngetni, mert a tranzitzónákat ugye bezárták még a Covid előtt, ugyan a Covidra hivatkozva. A migráció az pedig olyan, mint egy természeti jelenség, mint egy tornádó, vagy árvíz, vagy vulkánkitörés, azt nem lehet megállítani, szakaszait lehet veszélyesebb útra terelni, csapdába kvázi csalni az embereket.
Szerintem az Európai Uniónak közösen kéne fellépni, megoldani ezt a dolgot, emberségesen, közös szabályozással, nem így, hogy mi vagyunk a kis királyok, fölhúztunk itt egy kerítést, ami amúgy tengés, szöges, drótos, és akkor mindenki csináljon, amit akar, Boszniában az van, ami van, Lengyel-Belorusz határon az van, ami van. Mindenhol határkerítés épült, Magyarországon is, az osztrák határon is, csak ők úgy kommunikálták le, hogy ők ezeket azért építik, hogy kapuk legyenek. És én ezzel sokkal jobban egyet tudok érteni, hogy itt kapukat kellett volna felállítani. Én azért ülök itt a határkerítés oldalon, örülnék, ha nem kéne, de jelenleg én nem látok olyan megoldást, amely kizárja azt, hogy kvázi ellenőrzött körülmények között beengedhessük ezeket az embereket. Az lenne a jó, ha ezeket az embereket beengedhetnénk, le tudnánk őket ellenőrizni. Többen megszólaltak arról az oldalról, hogy úristen, mi csak egy kis ország vagyunk, a mi kerítésünk mekkora, mennyire bagatell dolog, hogy mi védjük meg egész Európát. Nem tehetünk róla, hogy ekkora nemzet vagyunk, nem tehetünk róla, hogy ekkora határunk van. Ez körülbelül olyan duma a részletekről onnan, hogy én focizok 20 éve, és hogy én csak egy balvédő vagyok, én nem rúgok gólt, én nem adok gólpaszt, én igazából csak 10%-ig veszem ki a csapatnak a részéből, én nem vagyok annyira fontos tagja, nekünk ekkora védelmi vonalunk van, és én szerintem ezt két vonalon kéne nézni, van egy olyan, ami riogatás arra, hogy majd úristen, ma bocsánat, hogy ezt mondom, vissza fognak élni a hatalmukkal, betörnek az otthonainkba, feltörnek dolgokat. Ez ami szerintem inkább riogatás, ami viszont tényleg így történt, az pedig az, hogy voltak terrorcselekmények, amitől tényleg lehet félni. De és a kerítés ezt miért nem akadályozta meg? Miért nincs a teljes határszakaszon kerítésünk például akkor? Miért csak a délin van? Miért nem fedtük le akkor a keleti oldalt is? Mert azt mondtuk, hogy akkor mi határország vagyunk. Schengen zóna, nem? Meg azért 56-ot se felejtsük el, amikor mi kimentünk például Ausztriába, vagy ilyesmi. Szóval, hogy ott meg, amikor meg nekünk kellett segítség, vagy mi voltunk bajba, akkor persze meneküljünk, vagy ilyesmi. Csak hogy fordítva miért nem működik, hogyha meg valaki segítséget kér. Szerintem azért volt nagyon más helyzet, mert 56-ban magyarok jellemzően átmenekültek Ausztriába, ugye egy szomszédországba, és Ausztriából lettek elosztva a menekültek. Ugye most, ha Szíriát tekintjük, nem az történik, hogy átmenekülnek mondjuk, teszem azt Törökországba, és Törökország kér egy nemzetközi segítséget az elosztásba, hanem megindul, és boldog-boldogtalan szírmenekültnek mondja be magát. Ezeknek ugye az embereknek a többségének a célja, Franciaország, Németország, Anglia, és bizonyos szempontból mondhatjuk, hogy ők történelmileg szomszédosak, hiszen olyan területekről mennek oda, ahol ezek az országok tehetnek arról, hogy most komoly probléma van, például biztonság terén. És valamilyen szempontból mondhatjuk, hogy felelősségük is az, hogy ezeket a menekülteket vagy befogadják, vagy tegyenek arról, hogy ne legyenek menekültek. Ebben egyet tudok érteni. Ha nem is földrajzilag, de bizonyos szempontból értelmezhetjük szomszédnak. Tehát abszolút van joguk, vagy lenne joguk egyébként megjelenni Franciaországban, csak Franciaországban el kell jutni. Így van. A felelősséggel egyetértek benned, mert azoknak az országnak a határait az egykori európai nagyhatalmak húzták meg. Vonalzó, derékszög, párhuzam, kész. Jó, akkor legyen egy következő eldöntendő kérdés. Nézzük, hogy egyáltalán kívánatos-e a bevándorlás Magyarország számára. Úgyhogy így szól a kérdés, kívánatos-e Magyarország számára, hogy több menekültet fogadjon be? Aki szerint kívánatos, az a kék sarokba üljön, aki szerint nem kívánatos, az a piros sarokba üljön. Jól értettem, ez a nem kívánatos oldal. Elférsz. Most persze. Nem bírom. Nagy a migrációs nyomás. Dorottya, mondd el, hogy mi volt az, ami... Nem tudom. De várj, Dorottya, tehát te nagyon komolyan elgondolkodtál, és végül meghoztad ezt a döntést. Miért? Mert végig az volt a fejemben igazából, hogy nem tudok erre a kérdésre válaszolni, és aztán csak az empátia oldaláról tudtam megközelíteni. Ki az, aki, csak tegyétek fel a kezeteket, ki az, aki szintén az empátia miatt, vagy empátia az köthető okok miatt van most a kék oldalon? Én például empátia miatt csak, mert gazdasági racionalitást nézek, akkor nem kéne befogadnunk senkit, mert amit már mondtam, hogy a velünk együtt élő cigányságból lehetne a iskolázottságra többet folytnak, stb. Tehát lehetne munkáskezet nyerni, de akik tényleg bántó környezetből jönnek,
és meghatároznak az EU-ban kvótát, hogy fogadjunk be ennyit, azt meg kéne lépnünk, mert annyit nem higulna a magyarságunk. Mit tudom én, a giroszt mindenki szereti, meg a baklavát, meg a tűt. Tehát ilyen szóval megértünk erre, hogy be tudnánk fogadni, csak akkor valahogy ezt így létszámba korlátozni kell, és tényleg azokat, akik rászorulnak. Ugye már felvetődött, hogy Magyarországon fogy a népesség, hogy ennek mennyi az optimum, az egy teljesen külön kérdés, hagyjuk is. De annak, hogy a népességet hogyan pótoljuk, annak a megoldása nem a migráció, hanem a betelepítés. Ahogy betelepítettük annak a kunokat, és integráltuk őket, ahogy betelepítettük a szászokat, és így tovább. Most kiket tudnánk betelepíteni? Hát mindenféleképpen olyan embereket mondanik elsősorban, akik kulturálisan közelebb állnak hozzánk. És ha ők elfogynak? Hát miért fogynának el? Hát de mondjam. Például Erdélyből? Hát nem, például Latin-Amerikából. Ők hozzánk közel állnak kulturális? Hát kulturálisan. Már onnan jönnének egyáltalán ide Magyarországra? Jönnek. Ez most megint egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni, de hogyha most össze kéne szednünk 400 ezer embert a világ keresztény feléből, szerintem találnánk 400 ezer embert, hiszen azt ne felejtsük el, hogy Magyarországon nagyon alacsonynak érezzük az életszínvonalat, de globálisan szerintem a felső 15%-hoz tartozunk. Szerintem a magyar társadalomnak nagyon jót tenne. Néhány ezer, vagy néhány tízezer, vagy hasonló, vagy csak egy nagyon eltérő kultúrájú menekültnek a befogadása. Miért? Mert nagyon nem vagyunk elfogadóak. Nagyon eltaszítjuk egymást. Szolidaritást megtanulnánk, hogy... Utáljuk, aki nem olyan, mint mi. Így van. Egyszerűen szólva. Igen, tehát a némi tolerancia azért megszületne magyar társadalomban. Ott minden nap látunk, hogy nézd, ott van valami turbános csávó, de eddig nem csinált semmit. Meg ott valaki, ott van nagyon barna bőrű, nem tudom honnan jött, Afrikából, vagy mondtak, hogy Latin-Amerikából is van már egy bevándorlás. Ezzel talán a magyar társadalom így jobban elfogadóbbá válna, hogy már megszokja, hogy vannak ilyen emberek. Természetesen, amikor valaki bevándorol ide, egyértelműsíteni kell, hogy ez itt Magyarország, ez itt Európa, nálunk milyen hagyományok vannak, milyen törvények vannak, neked ezt be kell tartani. Nekem is egyébként elsőre ez ugrott be, ugye én is Dániában élek, mint magyar, és azt látom rajtuk is, meg én is kicsit azt érzem, hogy ettől ők is többek, hogy megismernek külföldeket, és én is több vagyok, hogy egy más kultúrájú országba élek. Szerintem ettől fejlődik mindkét fél. Itt azt gondolom, hogy az egyik komoly probléma az, hogy a bejövő menekültek többsége nem rendelkezik olyan tudással, olyan piacképes tudással, amivel itt el tud helyezkedni. Hogyha ezeketnek a menekülteknek olyan képzést tudnánk biztosítani, nem csak látszatnak, hogy most oktatjuk őket erre-arra, tehát hogy a valódi piacképes tudást tudna olyan hiány szakmában szerezni, amikből hát egyre komolyabb probléma Magyarországon is egyébként, hogy mondjuk az ember találjon egy rendes burkolót időre, vagy hasonló dolgokat. De azért nagyon sok hiány szakma van, amit relatív egyszerűen, inkább azt mondom, hogy magyar nyelvi tudás hiányában is el lehet sajátítani. Az nagyon jó lenne. Ha már ugye szakmunkák jöttek föl, én azért azzal vitatkoznék, hogy mindenképpen tanítatni kell őket. Egy normális, vagy egy jól működő határvédelemnek, vagy határrendészetnek, vagy menekült befogadási rendszernek, az például nagyon fontos eleme kell, hogy legyen, hogy megismerjük a másikat, hogy mit tud. Tudunk-e abból esetleg valamit mi hasznosítani, most az idézőjelesen persze, amit ő idehoz magával. Az lehet, hogy egy girosz, lehet, hogy egy egzotikus csirkemel, de azt gondolom, hogy például a csempét az ugyanúgy kell lerakni Afganisztánban, mint a 15. kerületben. Miért ültél oda? Hát egy kicsit önző okok miatt, mert az én szakmámban kell a munkaerő. Tök jó lenne, hogyha jönnének színes srácok, lányok, és izgalmasabb lenne amúgy szerintem a személyes életem, nem csak nekem, hanem mondjuk akiknek a szomszédságába költözik egy iszlámvallású család. És te elárulod, mi a munkád? Szakács vagyok, vendéglátásban dolgozok, és nagyon nehéz most. Értem ezt a gondolatot, és tök jó lenne, hogy az működne a realitásban, hogy mi is megismerjük őket, ők is minket, valamennyire integrálódnak, csak azt érzem a környezetemben, hogy az nem lehetséges jelenleg.
Tehát ez szerintem még ennek az országnak biztos kéne 10-20 év, hogy ezt meg tudja csinálni. Ez rajtunk is múlik, nem? Miért gondolod, hogy nem működne? Nekem az az alapvetésem, hogy a sokszínűség az jó, bármilyen sokszínűség. A befogadás az meg egy munka, amit el kell végezni. És például Németország nagyon jól csinálja, mondom, hogy és a gazdaságát ugye ez is pörgeti. Persze, gazdaságilag értem az álláspontot, csak szerintem... Be kell fektetni. Van egy olyan állapotban a magyar társadalom most, hogy ezt a munkát el akarja végezni. Igen, ezt el tudjuk végezni, ezt a munkát, ez túl lesz. Ezt muszáj lesz elkezdeni elvégezni. Igen, muszáj. Az, hogy jönni fognak emberek, mert itt jobb az élet, egyértelműen, és valamilyen szinten, ha akarjuk, hanem ez így lesz, ha nem kezdjük el a folyamatot, több ilyen van, például volt a előző részben néztem, nagyon tetszett a marihuánának a legalizálása. Ha egy társadalmat ilyen kisgyerekkorba tartjuk, és nem engedjük felnőni, akkor ez nem úgy van, hogy oké, mostantól akkor befogadjuk. Erre kell egy folyamat, ami lehet 10-20-30 évet jelent. Ha már én erőteljes konszenzus alakult ki a befogadás mellett, akkor kérlek, hogy arra is válaszoljatok meg, hogy szerintetek kívánatos-e, hogy egy már befogadott menekült, tehát egy befogadott menekült, azonos jogok illessenek meg, mint egy magyar állampolgárt. Aki szerint kívánatos, az a kék sarokba üljön, aki szerint nem kívánatos, az a piros sarokba üljön. Az állampolgárság egy más kérdés, de akit elismerünk oltalmazottként vagy menekültként, ők azonos jogokkal rendelkeznek már most is. Hát még az állam is ide szavazna erre az oldalra. Én szerintem ez csak... Őket győz, meg ne velem vitatkozz! Miért ültetek oda? Én azt mondom, hogy egyelőre, amikor befogad egy állam egy menekültet, a tisztességes élethez való feltételeket biztosítsa. Kapjon az a jogot, pedig még nem. Hát persze, mert az állampolgársághoz kötött, most ezen... Hát ez a különbség. Hogy gyere ide mellénk, mert nem, az erről én... vitatkozunk hát, most. Nem, mert befogadott menekült, ugye gyakorlatilag már szabadon mozoghat az ország területén nagyjából, és én azt elképzelhetetlenek tartom, hogy rá másmilyen munkajogi szabályok vonatkoznak, a bíróság előtt másképp kell megállnia. Viszont ha másodrangú állampolgárokat tartasz itt az országon belül, annak milyen üzenete van feléjük? Meg amíg valaki csak befogadott menekült, és nem kap még az állampolgárságot, egy másodrendű polgár. Tehát nem másodrendű. Egyébként ugye, hogy a menekültek alapvetően nem önszántukból mennek, tehát ezek nem bevándorlók, hanem menekültek. Tehát ők nem oda akartak menni a te országodba, hanem így alakult, nekik oda kellett menniük. És azzal, hogy őket befogadtad, azzal te egy gesztust adsz. És ebbe a gesztusba szerintem beletartozik, hogy elismerted, hogy ő okkal van ott, ebben... Te megpróbálod egy olyan helyzetet kialakítani számára, ami normál helyzetben otthon is ugyanez lenne. Hogyha bevándorolni akarna, akkor szerintem ott van, hogy akkor tessék letenni a magyar állampolgársági vizsgát, stb. Tehát annak megvan a menete, hogy hogyan kell bevándorlóként beilleszkedni. Dorottya, miért ültél pont? Mi az, ami végül meggyőzött? A gesztus szó egyébként, hogy nem tudom, hogy bátor, te bátor. Mondtad, igen, hogy azzal, hogy menekült, befogadott menekült státuszt kapnak ezek az emberek, azzal gyakorlatilag a befogadó állam, valahogy így fogalmaztál, és ez nagyon tetszett, hogy azt a helyzetet, vagy azt a környezetet próbálja előteremteni neki, ami otthon van, vagy ami, tehát amit az otthonának tekinthet. Okay. És hogy ebbe valóban beletartozik a szavazat. Én csak az automatikussal járó dolgokkal nem tudok egyetérteni. Én csak ezért ültem át ide. És egyáltalán létezhet-e ilyesmi szerintetek, hogy zöggenőmentes integráció? Hát biztos, hogy nem. Ennek kultúrától is függ, nem? Így ideális világban talán, igen. Szerintem egy integráció az mindig feszültségbe jár. Nem baj, hogy zöggenők vannak benne, ha utána sikerül, ez egy természetes dolog. Ez nem könnyű, hát egy nem tudom, egy párnak se könnyű együtt élni. Ó, kezdetektől kialakítani egy kis életet. Még az jutott eszembe, ezekhez szerintem eléggé kapcsolódik, hogy hosszú távon milyen integráció cél, tehát teljes integráció, tehát teljesen épülnek be és veszítsék el a kultúrájukat, vagy az a célunk, hogy valamennyire megtartsák. Egy integrációnak célja az, hogy elveszítse a kultúráját, aki integrálódik? Az az egyénnek a döntése, hogy el akarja veszíteni, vagy meg akarja tartani. Ez nem egy állama múlik, hogy akkor most elveszíti a barátomat. Azért az integrációnak vannak lépcsői, hogy most integráló táborokat hozunk létre, ahol szabályosan átneveljük az embereket, vagy nagyjából ráhagyjuk, hogy magát. Hogy népdalokat énekelgetünk. Az, hogyha valaki bemegy egy idegen országba, akkor vannak a kultúrájának olyan részei, amik simulékonyak, és vannak, amik nem abban az államban. És valószínűleg ott kell valahol meghúzni azt a határt, hogy
nem tudom, ha a több nejűség tiltott valahol és máshol meg igen, akkor az lehet, hogy komolyabb konfliktusokat okoz az, hogy igen, hogy te tartod az X ünnepet otthon. Te vagy kisebbségben valahol, például mint menekült, vagy betelepült, hát muszáj azért elfogadni a többség kultúráját. Hát igen, azt mondom, bizonyos szempontból viszont igen, de vannak olyan részek. Viszont a többség kultúrájának meg de kijön azért el kell belőle. Fogadni, hogy neki is vannak azért szokásai. Nem kell az összeset elfogadni szerintem, mint több nejűséget. Egy is elég. Az integráció kérdéséhez lenne még egy felvetésem nektek, egy eldöntendő kérdés, és kérlek, hogy ennek alapján foglaljatok el helyet, hogy szerintetek jelent-e bármilyen veszélyt a bevándorlók itt léte? Aki szerint jelent bármilyen veszélyt, az a kék sarokba menjen, aki szerint nem jelent, az a piros sarokba menjen. Először foglaltok el egy helyet, és aztán lehet értelmezni a kérdést. Az Magyarországot vagy Európát jelenti? Foglaltok el egyet, és aztán el lehet mondani, hogy miért pont oda ültél, vagy milyen megkötésekkel érted magadra. Melyik volt? Aki szerint jelent. Veszélyem. Kék sarok. Uh-huh. Aki szerint nem, az piros sarok. És bevándorlok. Na legalább. Nem, ez igen. Milyen típusú veszély szerinted? Egyszer már elhangzott, hogy a kulturális súlódásokból mindig van valamilyen, nem feltétlen veszélyforrás, de valamilyen súlódás mindig van. És ez azért oké, hogy feltételes módban raktuk, de valószínűleg lenne, hogyha bejönnének, lennének súlódások, amit nem jelenti az, hogy ez nem a folyamat része. Én nem a súlódásoktól félek, de amúgy a kulturális része az, ami engem is megfogott, hogy az a icipici magyarságunk, amihez van pár ember, akik foggalkörömmel ragaszkodnak, az még inkább el fog veszni. Tehát, hogy én nem tudom megélni a saját magyarságomat, és simán el tud vinni. Ezt hagyd tegyek valamit hozzá, kicsit érintetnek érzem magam ebben a dologban. Mondhatom azt, hogy a elmúlt X év alatt kaptam hideget, meleget, főleg azóta, amióta vallásosabb életet élek. Én azt tudom, hogy amikor én elmegyek, teszem azt külföldre, az én magyarságom az egy pillanatig sem fog csorbulni, nem sérült attól. Oké, akkor teljesen rosszul fogalmaztam. Nem a magyarság érzetemről van szó. Itt a kultúrának, a magyar kultúrának az olyan dolgairól, ami így tűnik el a süllyesztőbe. Mire gondolsz? Arra gondolok, hogy kimegyek az erdőbe, és nem tudom, hogy melyik növényt mire tudom használni. Hol vannak azok az idős emberek, akiknek megvan a tudásuk. Oké, de elveszélyezteti a bevándorlás, vagy az itt Igen, én azt gondolom, hogyha jönnek más emberek, akiknek határozott érzéseik és szokásaik vannak, hogy hogyan gyakorolják a kultúrájukat, akkor egy pillanat alatt, és az jó, hogy megtanuljuk, vagy integráljuk, de hogy elég náccesnek érzem, és igen, azt érzem, hogy az a kevés, az el tud veszni. Pont az ellentetét látom, akik ide jönnek családok, pont még ezt őrzik, ezt a kulturális átadást, amiről beszélsz. Ők mind otthon sütik a kenyeret, igaz, hogy lepénykenyeret a sütő rácsán, ismerik a gyógynövényeket, a fűszereket, és tök jól lehet tanulni. Tehát ez egy ilyen teljesen kölcsönös, nyitott, hogy mondjam, párbeszéd. Nagyon sokat lehet tőlük tanulni, pont azt, amit én se tanultam meg annól a nagymamámtól, vagy nem teljesen. Ezzel nem tudok ellentmondani. Nem kell félni tőlük, hogyha bejönnek. Lehet, hogy pont ők hozzák, amire te vágysz. Példaként hagyhoznám fel megint a Németországot, ahol azért egy nagyon erőteljes bevándorlás történt ugye Törökország részéről. És attól még nem lett egy muszlim ország. Igen, csak a németek mindig minden szeretne 200%-ra pörgetni. Most ezt a mindenkit befogadunk, teljesen mindenkit befogadunk. Én szeretem a focit, és imádom a focit, és nézem a focit. Nézzük meg és semmi fajta előítélet legyen részletekről, nézzétek meg a német válogatottat, ahol talán egy német származású nézzük játszik. Nézzük meg a Fradit. Nézzük mi német csapatot, igen. Igazából én azon az állásponton vagyok, hogy ha már bevándorlóról beszélünk, én azt tekintem bevándorlónak, aki legális keretek között van Magyarországon. Őket egy abszolút nem tartom veszélyesnek, főleg azért, mert én azt gondolom mindezek mellett, hogy a magyar nemzet az nem egy etnikai nemzet, hanem egy kultúrnemzet. És így sokkal egyszerűbb integrálnunk olyanokat, akikről már meggyőződtünk, hogy bejöhetnek, itt lehetnek velünk. És onnantól fog ez működni. Te például el tudod képzelni azt, hogy idejön mondjuk 5000 szír, és az mondjuk így tök simulékonyan átmegy a mai magyar valóságban?
ha elosztjuk őket, nem egyszerre egy pont, nem, ez a legfontosabb részem. Azt gondolom, hogy aki magyarnak érzi magát, az mindig is magyar marad. És az se a... Se a konkrétan mit török semmi? Nem beheti. Én részemről nem félek semmi. De akkor milyen? Én viszont azért ültem ide, mert akkor az elhangzott a kérdés, hogy veszélyt jelent-e. Vannak veszélyei. Csak pont nem kulturális veszélyei vannak. Abban szerintem csak nyerhetünk, hogyha több különböző kultúra veszélyei. Milyen veszélyei? Viszont az együttélésnek a nehézség. Lehetnek veszélyei. Annak lehetnek veszélyei. Hogy nem. Így volt a kérdés, ugye? Így van. Jó hely, mikor vagy hogyan az... Hogy ki mennyire érzi magát, hogy mond biztonságban is, nem csak a saját szemszögünkből, hát másik szemszögéből is, de csak mindig a saját szemszögüket néz. Egy bántalmazó szülő mellett is veszélybe vagy. Jó. De ez hogy jön, igen. Meg egy aligátor mellett is. Azért megegyeztünk abban, hogy a simulás közben rengeteg probléma lehet bárkiben egyébként. Tehát igazából nem csak a második, harmadik generációs bevándorlóban, hanem bennünk is. Judit, miért ültél oda? Egy rosszul kezelt helyzetben van veszély, és ma Magyarországon a menekültügyi kérdés az nagyon rosszul kezelt. Akkor ebben tényleg van potenciálisan legalább egy icipici veszély. Egy jól kezelt helyzetben is van veszély. De most mindig és hogy megérelte is. Én még mindig közelebbnek érzem magamhoz ezt a feltételezést, hogy nincs veszély, nem, 100%-ban. Nem kéne, hogy legyen veszély, de ha ez annyira szubjektív, hogy kinek mi a veszély. Annál nagyobb a veszély. Például arra nem beszéltünk, hogy azért nyilván nem tudom, hogy bevándorlók vagy a bevándorlás nyújt-e veszélyt, mert például a bevándorlásba beletartozik az, hogy fel lehet használni a bevándorlókat arra, hogy és most nyilván ez egy ilyen nagyon csúcsrájáratott sztori, de hogy olyan sejteket, olyan embereket juttatnak be a Nyugat-Európába, akik mondjuk veszélyt jelenthetnek. És nyilván van ez megint olyan dolog, hogy tudom, összehasonlítjuk azzal, hogy hány ember hal meg minden másba, és hány ember hal meg mondjuk terrorizmus áldozataként, vagy ilyesmi, ez elenyésző, és ez teljesen világos. Ettől függetlenül az emberek jobban félnek a terrorizmustól, mint a ráktól például. Nem mondanám, hogy ez a keletről érkező bevándorlóknak a kulturális sajátottsága, hogy hajlamosak az a terror akciókra. Most ebben a témában beszélgettünk, hogy itt viszont van legalább egy 5-6 eset, ami sajnos megtörtént, és ez viszont hozzájuk kötető. Az, hogy ő első generációs volt, másod vagy harmad generációs, azt szerintem ilyen szinten teljesen lényegtelen, sajnos ezek megtörténtek. Egyszerűbb ráfogni egy másik kultúrára, hogy erőszakos, mint a sajátunkat ostorozni. Itt a vége. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettetek a közgyűlésen, nagyon intenzív és nagyon jó vita volt, tényleg köszönöm mindenkinek az aktív közreműködést, de miatt lezárnánk még, következik a zárójáték. A zárójáték során az eredeti kérdéshez fogunk visszakanyarodni, ami úgy hangzott, hogy kell-e Magyarország déli határára kerítés vagy sem. Ezúttal azonban nem csak igennel vagy nemmel válaszolhatok erre a kérdésre, hanem van lehetőség árnyalatoknak is a kifejtésére. Azt kérem tőletek, hogy most álljatok fel, és menjetek át a sávokhoz. Csak ennyit tennék hozzá egyébként, hogy eddig a műsor elén ott álltam volna, most inkább itt állok, mert azok az érvek a humánus oldalról, meg a kivitelezés szempontjából egy kicsit erre billentettek, hogy van szükség szerintem a kerítésre, és jó, ha van, de a megvalósítása, meg az, hogy működik ez az egész, szerintem abban azért át kéne gondolni sok mindent. Nekem is pont ugyanez, mint Balázsnál, hogy megszólaltak azok, hogy inkább a határvédelem is nem határvédelmet kéne erősíteni és fejleszteni, mint hogy kifejezetten maga a kerítés legyen egyenlőségben határvédelemmel, úgyhogy én is inkább egy kicsit árnyaltabb véleményt fogalmaztam meg a végére. A játék elején azt mondtam, hogy szükség van a kerítésre, csak nem ilyen formában. Most azt mondom, hogy határvédelemre van szükség, nem kerítésre. Köszönjük szépen a részvételeteket! Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, ez volt mostanra a közgyűlés. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben áll, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Ha pedig szeretnétek jelentkezni a következő közgyűlések valamelyikébe, akkor a közgyűlés@partizanmedia.hu címre várjuk a jelentkezéseteket. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is, ciao. Németország is ez a szempontból. Én attól kapok, hogy frászt, hogy
ez a fal felépítés. Hogy igen, kedves vagyok veled, de csak a fehér csíkig, és onnantól kezdve, amíg a hochdeutschot beszélem, akkor sem állok vele szóba, nem hívlak meg magamhoz, és különben is nem vagy se. Hát nekik ez a védelmi vonaluk, nem a kerítés. Az embercsempészeknél mondják, hogy ilyen 1000-1500 eurók viszik le Szegedről, ugye Ausztriáig őket. Honnan van 1500 euróit? Hát, érted, neked azt mondanám, hogy 1500 eurót most adjál, és elviszlek. Nekem ne az a kérdés, hogy jön át az embercsempész? Van, dolgoztam raktárosként még múlt nyáron, jó szar volt, de a lényeg annyi, hogy jött több arab egyetemista is dolgozott egyébként, és hát ugye hát a integráció csúcsa, a legszarabb munkákat kapták, de így célzottan. Az utolsó volt a villanyt.